Na hát, srácok, az április 13-ai játékok közül a Mortaut már megnéztük. Ilyen középkori kaszabolós game volt. Nagyon tetszett. Bár nekem a Shibari robban adta. Valószínűleg azért, mert azt csapatban játszottam. A Second Extinction pedig egy, hát egy ilyen egy dino gyilkolászós játék. 2020-ban a Systemic Reaction kiadásába és fejlesztésébe került a piacra. Ők azok, akik egyébként a Generation Zero-t is kiadták, ott ilyen mechanikus ellenfeleken lehetett játszani, abból is volt egyébként hard mode stream, de állítólag nagyon elhanyagolták ezt a játékot. Ez ilyen coop dino gyilkolászos játék, mint ahogy azt amúgy itt a képen is láthatjátok. Ez egy 25 eurós játék. Úgyhogy úgy érdemes hozzáállni, ezen is látszódik, hogy ez is ilyen nagyon indie game. Ők egyébként elhanyagolták a Steam-es leírások szerint, a vélemények szerint a játékot, de 2023. március 30-án vagy 31-én a Ravenbound-ot kiadták, ami nekem megmondom őszintén egy kicsit szimpatikusabbnak tűnik. Nehéz amúgy kitűnő FPS játékot csinálni, én úgy gondolom, itt az indie szférába. Nagy pályák, nagy dínók, nagy fegyverek, 6 hőssel, 11 fegyverrel és 6 küldetéssel plusz még a mellékküldetésekkel. Ez fog minket várni ebben a játékban. Jövő héten pedig két game lesz, az egyiket már néztük, azt a... hogy is hívják? Never Alone, igen, a Never Alone volt, az a kis rókás játék. A másik pedig a Beyond Blue, ez pedig egy ilyen óceánjáros game lesz. Ez a kettő lesz jövő héten, pontosabban április 20-ától, csütörtök 5 órától. This is James Pierce, director of the ERA, broadcasting from Gateway Cygnus. If you can hear this, if anyone can hear this, you are not alone. They came from nowhere. We called it the invasion, but it was annihilation. Ez a lória játéknak. This is where the fight begins anew. We are the survivors. We are the fighters. And with your help, we will reclaim Earth. Vissza fogják foglalni a Földet a mi segítségünkkel. Állítólag. Basic training. Itt, hogyha nektek nem a basic training dob, nem az dobja föl, hanem az, hogy account-tal lépjetek be, ne lepődjetek meg, hogyha az első egy-két napban ez a belépés nem fog működni, mert általában, hogyha az Epic egy online játékot ad ingyen, akkor a szerverek azok lehalnak. A tréninggel fogunk most kezdeni. VASD. Ahogy látom, Space. Looks like I'm not the only one who can't sleep. Well, maybe some training will tire us out. Hold on and I'll set it up for you. Ahogy lehet dashálni. Oldal irányba dashelünk a space-szel, amúgy megugrunk. Szevasz, Dacsi. Okay, let's get you warmed up. Valami nagyon fura nekem itt ebbe a fóba, vagy nem tudom miben. Azt mondja, hogy fussunk és C, tehát hogy slide-oljunk. Diablo 4-ra olvastam pár dolgot a Game Pass-ból, meg a kinézetből befolyó pénzt új tartalmakra fordítják. Game Pass? Ez nem megy a Game Pass-ba, Blin. Vagy Battle Pass-ra gondolsz? Ja, azt olvastam én is, hogy 3 havonta jön új story content.
Én le tudtam tölteni a DLC-t a játéknak. Vampire Survivors DLC-t, Neutron Star. Nem volt semmi Steam-es gond. Ja, váltsunk fegyvert. Hát puskatussal is ütni. Now let's go through your equipment. It will keep you alive down there, so let's make sure it's functional. Hát kíváncsi leszek, hogy az így hogy lesz. Hogy így ez milyen lesz, hogy így három havonta jön a sztori a gamehez. G-vel gránát, H-val healelünk, és akkor T-vel pedig kérünk supply-t. Hát erre spoileresen lehet csak válaszolni, amúgy meg csak annyit tudok mondani Neutronosztára, hogy jó volt. Jó volt. Ezeket mit most lehetne nyomkodni? Aha, ammókit. Szóval ja, láttam. Need a payload. Explozívokat is tudtunk kérni. És akkor... Aha! A highlightot területre oda tudjuk tenni. És hogy látom, több is kell, valószínűleg ezért jó, hogyha csapatba játszunk. A másodikán hajnal egytől indulnak a szerverek? Akkor biztos fogják majd nyomni jó páran. Remember, there's no I in team. You have to know how to talk to each other down there. Mit jelent az, hogy MMB? Top MMB. Ja, látom. Tehát az a middle mouse button. Jaja, azaz, köszi, Dacsi. Azt mondja, hogy... Igen, follow me. Nem tudom, ez... Ez olyan... Hát, hogy is mondjam, olyan... Ura, de... Jó, értem. Nem véletlenül találták ki ezt amúgy, hogy ne gombbal nyomjuk, nem tudom, van-e más gombra esetleg. Azt mondja, hogy... MMB, call out a emote. Na nézzük, van-e valami a V-n? Midi strike. Van-e valami a... valószínűleg a googolás? B? Nem tudom, mit írt ki, de biztos valami. Moving up. Scouting out this area. Olyan fura, hogy ilyenkor megáll a karakter. De ez a középségére googleás nem volt jó. Tactical ability. Ortegának a tactical ability a dash. Ha, tehát így kilöki magát, értem. És van special ability-nk is. Combat High. Ez meg a special ability. Time to put your skills to the test. I got some live specimens scheduled for termination, so we might as well get a good use out of them. Most mindez élesbe fog menni.
scope game, aha. A hát kerestem. Good work. That concludes our training session for today. Looking forward to our next mission together. Until then, stay frosty. Or, well, never mind. Good. Nagyon szeretem az FPS játékokat, nagyon szeretek lövöldözni, de ez a game egyelőre nem műti meg azt a mércét, ahogy a tutoriál alapján, amitől én azt mondanám rá, hogy ez aztán izgi lehet. Na, augmentek hírók. Jürgen, na tessék! Ez ilyen sniperes csóka. Ez tetszik nekem. Mi a Jürgen a kőpapírollót, meg a robottáncot. Szia, cikádó. Jó, outfit. Jó. Scout Rifle, itt lehet upgrade-elni őket, ilyen upgrade tokenek vannak. Gyorsabb reloadolás. Ja. Na. Azt mondja, hogy tundra? Vest, igen. Várjunk, és akkor find match me, aha. Na. De most mire fájdalunk partit amúgy szerintetek? Rájöttem, hogy find a party. Vagy így ide nyomok, és akkor jó lesz. Rányomtam, hogy keressünk meccset. Most elvileg csinálja, mert hogy így nem történik semmi. Hoppá! Ott is van. Born Again 95-tel fogunk játszani. Én vagyok a kapitány. Ez a csapatkeresés egyelőre nem várt. Vissza lehet csatlakozni, az amúgy egy elég hasznos dolog. Egyelőre keressük a csapat. Na, nagyon jó. Na, ez már néz ki valahogy. Hova menjünk? Oda. Ilyen te left the party. De hát ott vagyok. Meg ott van velem valaki. Nem egyszerű. Nem játszottam turokokkal, azokról mit kell tudni. A túrókról.
Na. NL Dani Racing-gel vagyunk. Tessék. Hoppá, na. Turok, első dinos FPS volt. Ó. Oh. Aha. One's rifle is an extension of oneself. Nem baj, nekem jó ez. Szevasz, pocó. Akkúj, kinek kéne még választ? Na, szuper. Research and Rescue. Nem tudom most, hogy mi van. Ja, hogy a host választ, hogy hova megyünk. Remélem valami durva helyre választ minket. Ezt amúgy lehet látni? Find the research crew. NL Dani Racing választanod kell valamit. Haló? Haló, haló. Dani Racing, válasz valamit. Neked kell választ. Köszi. Köszi, köszi. Extinction Unit. We've recently lost contact with the research unit sent to investigate the tunnels dug by the dinosaurs near the foot of Magna Petra. Let's go. Well, these dinos aren't gonna kill themselves. Let's go! Here secured. I am ready. Ez már is érdekesebbnek tűnik, mint a tréning szoba. Olyan feelingem van, mint hogyha ez ilyen izé játék lenne, Apex-es. Figyeljétek, elrejtem a kamerát. Látjátok? Na, hát ez néz ki valahogy. Akuljuk ki az itt már nyomjam. Van fall damage, szerintetek? Nincs. De még hangja sincs annak, hogy leestünk. Vannak ilyen drónok. Up something. They must be nearby. Nem tudom, merre mutatottam úgy. Nem mutass még egyszer. Seeing if I can find something here. I'm a check over there. There, a dropship. Mm-hmm. And I'm picking up some survivors too. Oh, phew. Is that the extinction unit I see? Right on time. Thanks for helping us. Everyone's alive and well in here, but our ship is dead and we couldn't risk repairing it. Can you ever look? Let's see what we can nice. Do to get the ship running That's again. It. Call in a fuse kit if you need one. Hajrá, Dani, nyomod. The fuse kit is installing. And judging by the readings I'm picking up, you have dinos to take care of. Hello, jó a játék. Most kezdtem. De ezt így nehéz megmondani.
Jó. Setting explosive charge. Ilyenki ilyen reinforce pléteket, de ezek nem tudom, ilyenek lesznek. Vagy hogy mire lesznek jó. Aha, jó, megyünk belül. Na, hát nem tudom. Nem érzem jó döntésnek ezt a snipert amúgy. Most azt tudom nektek mondani, hogy ez most így nem tetszik annyira. Van fönt valami. Equipment kitet kértünk. Dani pedig a mókitet. Ez mit lő? Ja, látom. Stay sharp, everyone. I do not like this area. Be cautious. Na, itt medium a fenyegetés. Amúgy kb. Ilyen 10 évvel ezelőtti Halo jut eszembe erre. Watcher! Let us act quickly! Somebody better blast that Watcher! Watcher? Just taking a squiz over there! Hát ezért mondom, hogy nehéz dolga van a fejlesztődnek FPS játékot csinálni. Indie FPS játékot csinálni. Na, azt mondja, hogy állokkoltuk a campet, és akkor most már itt tudunk spawnolni, tehát egyfajta checkpoint. Tisztám a baj, talán majd tudunk fegyvert cserélni, de nem. Egyből ment a cash. They set up the scanners, but they're offline, so we're gonna have to go in and turn them on. You gotta stop that, watch out!
Jesus. Ezt is széttöljük? Az is robbanni fog? Ez csak lánggal. Most már fel is robbanni gondolom én. Ja, én lopakodnék oda. Egyébként. Gondolom alul kell lőni a hasát. Hogy szétestek? Van egy olyan érzés, hogy nem biztos, hogy jó ötlet. Nem biztos, hogy jó ötlet volt ennyi sniperrel bejönni. Dobják itt a rare cuccokat amúgy. Valaki meghalt. Ankylosaurus van itt, srácok. Több is van. Ez nem jó. Nagyon menők ezek a láthatatlanná váló raptorok. Ez van, kifagytunk. Megyek a többiekhez. Mert gondolom végtelen mennyiségű enemy jön. Itt sajnos nem lehet hívni utánpótlást. De most így ezek a raptorok, ezek amúgy így akadályozzák a izét, vagy csak annyi, hogy meg akarnak minket ölni? Gondolom az utóbbi. Az van. Most már csak ki kell szaladni. Let me know where you want them, and I'll send down some explosives.
Akkor szerintetek az utánpótlást írták? Pusztítani a kébentést. Nagyon jó. Ja, hogy innen hozta a srác jól van. Aki cuki, az nagyon nyomja. Jó, a kutatási adatokat fel kell tölteni. Na, ne szórakozik az Ankylosaurus. Valami különös raptor volt. Na, most ezt kipróbáljuk megint. Ó, ez amúgy így tetszik. Na, nézzük még egyszer. De nem töltött újra, az van. ASAP. Csak ki kell szaladni lol. Aztán. Aha, tehát oda tartunk. Nagyon jó. Szevasz, Avenzsán. Oh, that hollow over there. Would you mind taking care of it? Biztos nem ölünk hálókat.
Everyone should be close by when we start the extraction. Mindenkinek itt kell lennie. Érdekes, keres fel lehetett enni, ha már dino? Nem. Persze, kérdezz nyugodtan. Azt mondják, maradjunk fagyosak. Egy perc. Hát ezek ilyen köpködő dínók, aha. Tetszik, hogy a saját csárgyom nincs hatással rám. Robbantunk, jól láttam. Te egy nagyon különleges dino vagy. Danny Racing nem akar. Azt hittem nem akar jönni. Not only did you rescue and retrieve the research unit, you also finished a vital operation that could prove valuable in our fight against the dinosaurs. Hogy eltűntek a... ...izért. But excellent work nonetheless. Repcsinek az a... az a részem. A hajtómű. Igen, azt... azt a szót kerestem. Nem tudom, ameddig nem lennének veszélyesek, addig engem nem, nem zavarná ez a dolog. Hogy lennének dinók, Avenger. Na. Státusz effektet okoztam. Tehát sokszor használtam a gránátomat. Kaptunk ládákat. Research pont volt benne. Ki is mentettünk research pontokat. Neutron Star, közi szépen a Dutchinak ajándékozott feliratkozásodat. Újabb a kontraktok. A Horda móda is elér, Horda mód is elérhetővé vált. Na itt vagyunk a Danny Racing-el. Mégse vált elérhetővé az esem. Ja, értem. Levelünk. Egyelőre megnézzük, hogy itt mi a szitu. Úgy-úgy peregjenek a szvegek, srácok. Hero, equipment, profile, nameplate, igen. Szóval itt vannak kontraktok. Nincsenek hírek, vannak tutoriálok, beállítás, jó, és akkor azt akartam úgy megnézni, hogy így most így tudok valami fegyvert fejleszteni? Ha lehet, jó. Na, a kis pisztolyt fejleszthetjük.
Ez handling fejlesztés, magazin size fejlesztés. Jó, én ezt szeretném. Gyúkló kell ahhoz, hogy a magazin size fejlődjön. Impact. Greater damage. Még több impact. Melee kill, defense boostot ad. És ugye ez a kis pisztolynál van. Halló? Upgrade token. Ja, értem. És akkor azokat lehet bekapcsolni, amennyi tokenünk van. Aha. Értem. Jó, hát ennyit tudtunk. A kis pisztolyunkban fejlesztettünk egy kicsit. Jó. Kaptunk ilyen ládát, amiben research pont volt. Keresünk még egyszer csapatot. Nézzük meg még egy missiont, egy utolsó missiont. Mit szóltak? Tetszett, hogy az előbb együtt maradt a csapat. Csináltuk a feladatot. Na most megnézzünk egy másik karaktert. Aha. HP restaurálás van. Ő jól bírja a sebzést. Ja, ő meg ugye két primary fegyverrel tud játszani. Smart choice. I'll keep the others in line. Ezt a highlightolást, grenade launcher és pisztoly. Jó. Na, keresünk egy harmadikat. Ez nem a te gémed lesz, Blade? Nem értem. Most amúgy lookingolunk playerre, vagy mi történik? Jó, hát akkor kilépek. Nem működik a back to lobby. I get to go planet side? Awesome. Truth be told, I'd pick me too. De keressünk egy harmadikat is. Na, most jó. Nem túl, hogy is mondjam, kényelmes ez a matchmaking. Tehát, hogy így... Én nem egy másik játékost akarok keresni, hanem egy grupot. Értitek? Na, hát ez már valami. Most ugye Raigának választani kéne, mert hogy ő a vezető. Gondolom én. Így van. Waiting for the host to start the game. You can change screens while you wait. Itt nem történik semmi. Ebbe a lobbiba.
Na majd a következő. Na majd ez, srácok. Ez lesz a mi lobbying. Na, itt se mi vagyunk a líderek. Nem tudom, most... Na, szuper. Itt is néztünk ki ezt a szkennelőt. Jó. Awesome. Truth be told, I'd pick me too. Kíváncsi vagyok erre a szkennelő karakterre, hogy mennyire hasznos. Ja, a Jurassic World Evolution-ok azok nagyon jó gémek, Neutron Star. Most már csak kanárinak kéne redizni, és akkor játszhatnánk. Na, se hiszem. Most a hossznak, miután beredizett, még választania is kéne, hogy hol kezdünk. Ez a Grenade Launcher ezért szerintem a miénk lesz. Igazából mindegy, hogy ő mondjuk nem mindegy, hogy mit csinál. Amúgy csak mondom, hogy kettes szintű. Kettes szintű. Az azt jelenti, hogy ő már játszott egyszer. We will meet on the surface. Ready to go. I hate this. El se hiszem, srácok. Sikerült összehozni. What are we doing? Na. Hey, hope the drop was all right. I saw that you were heading planetside without a mission, and I still have hours to log today, so I figured I'll be on standby if you need anything. I have to say that it's sort of weird that you want to spend your day off by going planetside, but I might adjust.
head to an extraction point and I'll send her off. Mi ez a szinten zene? Történik valami? Ó, oh, látom most már. Ezeket a supply containereket kell szervizsálni. Jó, és hiszem, hogy nehéz megítélni. Ja. Csinálunk ilyen optional azért is. Jobb lenne egyedül hente, az a gond, hogy az úgy valószínűleg nagyon nehéz lenne. Meg valószínűleg nem is lenne túlságosan easy. Mert ott kb. Csak tényleg az van, hogy tolatok, és akkor ölöm az enemét. Ez egy rossz gomb volt. Styrofosaurus, over there! Styrofosaurus is down!
Megoldtuk a bikát amúgy. Most már csak a konténereket kéne megtalálni. Ó, hogy ő heal-el. Ó, tök jó. Én követem ezt a drop ide dolgot, mert úgy néz ki, mint aki tudja, hogy mit kell csinálni. Dropi, de dog nagyon vágja a dolgokat. Mégsem. Itt már más küldünk van. Activate radar relay és kill alpha raptor. Ez is Alpha Raptor volt. Mi volt az? Valószínűleg az ott fönt a radar. The direct
Raptor wants us to keep these key locations clear of dinos. So, if it's not too much to ask, you mind taking care of it? Looks like a radar relay. If you reactivate it, we should get a stronger signal in the area. Mm-hmm. Amorzs doboz doba kell, aha. Secondary mission-ak egyébként. Remélem, amúgy eltalálom őket. Most már vannak páram. Szerintem megnézni, hogy vajon milyen módban vagyunk benne. Hogy így ennyi feladatunk van. Perfect. I'm sure it'll come to good use.
És nem adta be. Nem adta be, mint Service Supply Container. Nem lett 3x3, hiába csináltuk meg. Annyi szuper jó shooter game van, amiben lehet co-op-ba játszani, és lehet ilyen PvM missioneket csinálni. Nem tudom nektek megmondani, hogy miért ezt válaszol valaki. Azon kívül, hogy ezt most ingyen adják az Epic-en, meg hogy lehet benne dinókat lövöldezni. Nem nagyon találtam ezt a játékot semmibe se kiemelkedőnek. Nekem ez nem jött be. Mechanikában sokkal több és jobb játék van ennél. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha a kód zombiznék. Csak ilyen Tesco-s kiadásba. Nagyon egyedülök azon, hogy mit mondjak, hogy mikor lehetne jó ez a játék. Kiknek lehet jó ez a játék. De tényleg nem tudom. Tehát aki nem akar játékra pénzt költeni, és lövöldözni akar másokat, mert hogy másokkal dínókat, annak biztos adhatja.